Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és külön köszönöm, hogy ebben a korai órában ilyen sokan megjelentek, és őszintén remélem, hogy hangot fognak adni annak, ami itt most elhangzik. Két kollégát várunk még, várjuk Paulovics Tamást, illetve várjuk Bíró Dánielt, aki a Vízilabda Klub és az Úszóklub képviseletében szeretne reagálni a kialakult helyzetre. Mi is a kialakult helyzet? Én azt mondom, hogy nem az a levél a kialakult helyzet, amit a szülők megfogalmaztak és írtak. A kialakult helyzet az, hogy az üdülőközpont a fejlesztések során tovább lép. Elkezdtük az öltöző épületének a felújítását, és örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy a TAOS pályázatból is a fejlesztéseket megkezdjük. Tehát ez azt jelenti, hogy az önkormányzat és az üdülőközpont válvetve tovább folytatja azokat a fejlesztéseket, ami szükséges ahhoz, hogy a nemzet sportvárosa olyan szinten tudjon vendégeket, sportolókat, turistákat fogadni, hogy az mindenki számára kellemes érzetet, jó sportolási lehetőséget biztosítson. Szeretném azt önökkel azért érzékeltetni, hogy az üdülőközpont és a képviselőtestület 2015. december 18-i ülésén meghatározta azt a célt, amifelé elindul az üdülőközpont, ez pedig a sportturizmus, a sportolóknak a kiszolgálása, a vendégek fogadása, a turizmus megszervezése maga. Ugye háromféle célközönséget is mondtam, sportolókat, vendégeket, turistákat, meg kell találni azokat a kapcsolódási pontokat, ahol ezek az emberek úgy lehetnek együtt az üdülőközpontban, hogy ne zavarják egymást, hiszen más igénye egy sportolónak, más igénye van egy versenyzőnek, más igénye van annak a felnőtt embernek, aki családdal együtt itt tartózkodik a helyszínen, és megpróbálja jól érezni magát. Többször ért bennünket az utóbbi időben olyan támadás, hogy nem tudunk egyik napról a másik napra dönteni, akár jegyárakban, akár egy-egy fejlesztésben. Nyilván egy sajtótájékoztatónak az is az alapja, hogy tájékoztassuk az embereket. De egy sajtótájékoztató az én számomra abból is nagyon fontos, hogy az, ami itt elhangzik, az hogyan kerül az emberek felé közvetítésre. Én nem csak sajtótájékoztatót szeretnék tartani ma, hanem kérem az önök segítségét abban, hogy fordítsuk meg azt a hangulatot, ami a városban eluralkodott, azt a negatív, sokszor unintelligens módon előadott megjegyzéseket, kifogásokat, amik elhangzottak. Ezért én próbálok önöknek minél részletesebb tájékoztatást adni, de azt kérem, hogy önök, akiknek azért a sajtó és a közvélemény irányítása a kezében van, éljenek ezzel a lehetőséggel olyan korrekt módon, hogy minél szélesebb körben tájékoztassuk az embereket, és ne üljünk föl azoknak a fél információknak, amit elhangzanak. Tehát azt kérem, hogy működjünk együtt, dolgozzunk együtt azért, hogy ez a bizonyos önkormányzat és üdülőközpont által meghatározott cél, a nemzet sport városa ne csak támadási felületet adjon, hanem adjon rangot annak, aki itt él. Kezdjünk el végre sportolói oldalról is a fair play szabályai szerint játszani, és ne fél információkat közvetítsünk anélkül, hogy a másik felet megkérdeznénk. A sportoló és nem sportoló igényét ugye egyáltalán, vagy együtt kell kiszolgálnunk. Nagyon nehéz a régi megszokott vágányból egy olyan irányba terelni azokat az embereket, akik az egyéni érdekeiket próbálják érvényesíteni, hogy próbáljunk egy kicsit a köz felé fordulni, a köz fejével gondolkodni, és közösen próbáljuk megoldani. Bocsánat, én úgy hittem, hogy semmi, én mondtam neked rosszul, elnézést kérek, gyertek. Azért is van jelen
a két kollega ezen a sajtótájékoztatón, amire még ugye nem volt példa, mert úgy gondolom, hogy ezzel is demonstráljuk azt, hogy közösen kívánjuk megoldani a feladatainkat, közösen próbáljuk megoldani a dolgainkat. És most itt térnék vissza az eredeti gondolathoz, az öltöző felújításához. Az öltöző felújítását a múlt héten megkezdtük. Ez konkrétan azt jelenti, hogy nem az eredeti terveknek megfelelően, tehát megint minden változott, alkalmazkodva az igényekhez, alkalmazkodva az anyagi lehetőségekhez, úgy próbáljuk felújítani az öltözőt, hogy működésben ez a legkisebb zavart okozzon. Ezt mi így elterveztük, és ezt mi így gondoltuk, de mégis amikor megszületett az egyesség a vízilabda klubbal és az úszóklubbal, azért a szülői reakció nem azt váltotta ki, amire mi számítottunk. Nem szeretnénk a szülői levélből kiindulni, egyszerűen azt szeretném elmondani, hogy mi az, amit mi itt elkezdtünk közösen, mi az, amiben mi megegyeztünk, és mi az, amit mi vállalni tudunk a gyerekek biztonsága érdekében. A tegnapi napon a munkaterületet is átadtuk a vállalkozónak, aki az öltöző épületét felújítja. Előtte már megvoltak az egyeztető tárgyalások a vízilabda klubbal. A vízilabda klub a 33-as öltöző, a 33-as lelátó alatt lévő öltözőkből a vízilabdás gyerekeket a régi öltöző emeleti szintjére vitte föl. Itt mi jelen pillanatban 176 öltöző szekrényt tudunk biztosítani a gyerekeknek. Külön tudjuk választani. Még egyszer mondom, külön tudjuk választani a fiúk és a lányok öltözési lehetőségét. Külön öltözők kabint tudunk biztosítani a fiúknak és a lányoknak. Biztosítunk egy válfás részt, ahova kirakhatják a fürdőköppenyeiket a gyerekek, hogy megszáradjon. Illetve eleget tudunk tenni annak a szülői igénynek is, hogy a nagyértékű telefonjukat, laptopjukat biztonságos helyre tudjuk tenni. Ennek érdekében ki fogunk alakítani egy trezoros rendszert, ahol a gyerekek maguk is elrakhatják az értékeiket. De ami számomra a legfontosabb, az az, hogy egy megállapodás született, miszerint 3:45 és 7 óra között ezt a területet egy felnőtt személy öltöző őr fogja biztosítani, annak érdekében, hogy ott semmiféle rendbontás, kavarodás a gyerekek között ne legyen. Sokszor elmondtuk, ezek a gyerekek több alkalommal nagyértékű dolgokat elhagynak. Széthagyják a fürdőköppenyeket, a ruhákat. Itt most egy helyen, egy felnőtt segítségével, egy felnőtt ügyelete fölött tudnak öltözni, és tudnak ebben a közös térben, de mégis elválasztva működni. Én úgy emlékszem, 336 fő a regisztrált tagja a vízilabda klubnak, közel 100 főt tud magáénak az úszó egyesület. Ez egy igen nagy szám. Nyilván ez a 176 öltöző nem elég ahhoz, hogy a gyerekeket kiszolgálja. Egyesség született abban is, hogy a vízilabda klub részére a meglévő 33-as lelátó fölötti négy épületet, négy kis helyiséget, amit eddig is öltözőnek használtak, egy kitakarított, tiszta, megújított állapotban átadjuk, és oda közel 100 vízilabdás gyereket át tudunk költöztetni. Akkor ugye számítások szerint 236 főnek kellene szekrény biztosítanunk és öltözőt. Én úgy gondolom, itt van most ügyvezető úr, és elmondhatja, hogy ez a 236 gyerek soha nincs itt egyszerre egy időben. Ez egy egész napos eloszlás, ami azt jelenti, hogy az a 176 darab szekrény, ami nekünk most rendelkezésünkre áll, elégnek kell lenni a vízilabdások részére, hiszen az úszóklub a tegnapi nap folyamán átvette azt a helyiséget, ahol az úszókat külön tudjuk öltöztetni.
Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy a vendégeknek egy külön területet biztosítottunk, biztosítottuk a vízilabda, illetve az úszóklub gyerekei, sportolói részére az öltözési lehetőséget, megoldottuk azt a problémát, hogy mindenki egy helyen, egy időben, felügyelet nélkül azt sem, amit akar. Nem könnyű ez az átállás. Elég nagy nyomás nehezedik a negatív kritikák alkalmával, nem csak az ügyvezetésre, hanem azokra a dolgozókra is, akiknek ilyenkor helyt kell állniuk. Konkrétan a pénztárosokra, konkrétan azokra a kollégákra, akik ezeket a helyeket kialakítják. Nem tudunk egyik napról a másikra megoldani problémákat. Figyelembe kell venni, hogy ez nem egy zöldmezős beruházás volt a kezdet-kezdetén, itt egy meglévő épülethez kellett tulajdonképpen még két másik létesítményt csatolni, meglévő tervrajzok alapján. Elhiszem, hogy ennél a fürdőnél szebb és jobb az országban van. De ez a miénk. Ezt üzemeltetjük. Kérem, hogy legyenek szívesek és sugározzák azt az olvasóiknak, hogy örüljenek annak, hogy van egy ilyen létesítményünk. Örüljenek annak, hogy a város a sport háta mögé állt, hogy biztosítja a gyerekek egészségét, ezáltal is, hogy lehetőséget ad a felnőttek regenerációjára, hogy megteremt egy olyan közösségi teret, ahol az ember jól érezheti magát. És én azt szeretném, ha azt sugároznák mindenkinek, hogy jöjjenek és érezzék jól magukat, mert ez az a pillanat, ahol az üdülőközpont dolgozóinak egy kicsikét betelt a pohár, és komolyan mérlegelnem kell, hogy azokat az indulatokat, amik itt elszabadulnak, félinformációk, alaptalan információk alapján, azokat komolyan kell kezelnem, és jogorvoslattal kell, hogy éljek. Úgy gondolom, hogy nem tudom megteremteni az üdülőközpontnak az imázsát, a jó hírnevét akkor, ha ezeket az indulatokat hagyjuk elszabadulni. És ez az önök felelőssége is, nem csak az enyém. Költhetek én több milliót az önkormányzat pénzéből arra, hogy hirdessek, hogy reklámot csináljak. De a legjobb reklám a két úr által vezetett klub sikerei. A legjobb reklám az, amikor a kollégáim olyan szolgáltatásokat, kollégáim segítségével olyan szolgáltatásokat tudunk nyújtani, ami elégedett vendégeket szül. De ez még mind kevés ahhoz, amikor valaki interneten utána néz egy-egy dolognak, és olyan negatív információkat hall az üdülőközpontról, mint ami az utóbbi időben szárnyra kapott. Ezért is döntöttem úgy, hogy kiállva a kollégáimért, kiállva a szakmáért, mindenféle politikától mentesen gátat fogok ennek szabni a későbbiek folyamán. Megköszönöm a jelenlévőknek, hogy a sajtóban eddig leközölt adatok pontosak voltak, hogy nem kellett soha senkinél javítani azt, amit ő leírt, mert korrekt módon közvetítették. Kérem, hogy a következő időszakban is tegyék ezt, és legyenek szívesek úgy kommunikálni ezeket a dolgokat, hogy forduljon meg egy kicsit a közhangulat, és tudjunk örülni annak, ami van. Legyünk büszkék arra, hogy fölépítettünk két év alatt valamit. Tudjunk örülni annak, hogy a gyerekeinknek ilyen lehetőségei vannak. Nem fog megoldódni az elégedetlenség egy hamar, nem fog a közhangulat pillanatok alatt visszaállni, de kérem értsék meg, hogy nem tudunk elindulni úgy, és nem tudjuk lerakni a turizmus alapját, ha egy ilyen ellenséges hangulat van a városban. Én úgy gondolom, hogy most beszéljünk arról, hogy a vízilabda klubnál hogyan alakul a költöző helyzete, mennyire elégedettek a jelenlévő helyzettel, illetve térjünk ki arra, hogy az úszóklub ez a helyiség, amit megkapott, elégedette. Térjünk ki arra, hogy szeretnénk mindhárman
egy olyan csatornát kialakítani, ahol meg tudjuk a szülőknek a véleményét hallgatni, mert nagyon fontos a számunkra, hogy meghallgassuk a véleményüket, a kérésüket, de ennek van egy csatornája. Úgy gondolom, hogy a szülőnek, ha problémája van, legelőször az edzőknek kell jelezni, az edzők nyilván jelzik a szakosztályvezetőknek, a szakosztályvezetők jönnek hozzám. Nem hiszem, hogy az a sorja, hogy leveleznünk kellene egymással, hiszen megtanítottak bennünket beszélni is.